Sziasztok! Kiknek ajánljuk ezt a videót? Elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek már van némi gyakorlatuk, némi tapasztalatuk a pasztelezésben, megvannak az alapismereteik. A film arról szól, hogy erről a referencia fotóról készítünk egy festményt úgy, hogy a színeket teljesen megváltoztatjuk. Tehát ez az a szint, amikor már a referencia fotót, mint kiindulási alapot tekintjük, és arról megalkotjuk a saját festményünket. Hol helyezkedik el ez a feladat a rajzolás festés világába? Mindennek az alapja az, hogy megszerezzük azt a látásmódot, ami szükséges az összes többi részhez. Ezt egy alaptanfolyamon lehet például megszerezni. Ha ez megvan, akkor utána elindulhatunk több irányba. Lehet az, hogy grafit ceruzával, színes ceruzával alkotunk. Lehet az, hogy színek világába merülünk bele, porpasztellel, festéssel, mennyes technikával. Ha elkezdünk pasztelezni vagy festeni, az első lépés mindig az, hogy megtanuljuk az alapokat, a színelméletet, a színkeverést és az alapvető technikákat azzal az eszközzel. Ha ez megvan, akkor utána már festünk, vagy retróról festünk, vagy fotóról festünk, tájképet, portrét. És ha ez megvan, akkor utána jöhet az a szint, amikor már felébred a vágy, hogy a fotóhoz képest változtassunk. Úgyhogy ez a feladat, hogy ez a videó körülbelül itt helyezkedik el, amikor már van egy kis ismeretünk arról, hogy hogyan kell egy fotóról festményt megcsinálni, de ahhoz képest változtatni szeretnénk. Ha nagyon kezdő vagy, és még nem ismerkedtél meg a portpasztellel egyáltalán, akkor én azt javasolnám, hogy előtte mindenképpen a pasztell alapokat érdemes megszerezni. Akkor lesz igazi sikerélményed ezzel a filmmel, hogyha ez már megvan, de akkor viszont nagyon nagyot tudsz ugrani a saját stílusod, a saját megtalálásában, a saját vágyaid, érzéseid, gondolataid kifejezésében.